Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a tüzes napunknak a mai alkalmán. Külön szeretettel ugye a Szabadföldi munkatársa itt van közöttünk, fotóriporter, és majd elcsodálkozunk, hogyha ugye ő egy kicsit mozogni fog közben, hogy megtalálja a jó helyeket a fényképezéshez. Nagyon szeretettel látjuk és köszöntjük. Köszönöm, hogy itt van velünk. És egy különleges napunk van ma, nem csak azért, mert tüzes napok vannak, és közösen magasztalhatjuk és figyelhetünk az Úr Jézus Krisztusra, hanem mert van egy születésnapos is közöttünk, és mivel a születésnaposokat tudjuk köszönteni, hogy egy új énekelre készültünk, és köszöntjük őt, úgyhogy akkor a Molnár Miklós testvérünket köszönjük ezzel az énekkel, úgyhogy fogadja nagy-nagy szeretettel a mi részünkről. Isten értesen, köszönöm szépen. Ajándékod majd oda. Thank you.
szeretettel köszöntök mindenki. Bizonyságtételem nagyon személyes lesz, éppen azért, hogy hát ha van valaki közülünk, akinek szüksége van arra, amit az Úr üzen az én életemen keresztül is. Zimányi Zója Mirinnek hívnak, óvodapedagógus vagyok, de 6 éve férjemmel vagyok ápolásin, és 4 gyermekem van, egy 30 éves házasságom ment tönkre, és a férjemmel 6 éve kötöttünk házasságot, hiszem, hogy őt az Úrtól kaptam. Az elsőt én választottam, őt úgy érzem, az Úrtól kaptam. Gyermekként református családban nőttem fel, és templomba járók voltunk, mivel nagypapám volt a gyülekezet gondnoka, később apukám lett, és most a bátyám. A gyülekezet gondnoka egy szabolcsi kis faluban nőttem föl, 3 vagyunk testvére, és nagy szeretetben neveltek mindig a szüleim, nagyszüleimmel laktunk. Szeretetben, békességben nevelkedtem és éltem, és azt hittük, hogy így minden rendben van. Addig az időpontig, amíg 1992. októberében, jól tudom, akkor érkezett az új lelkipásztor a faluba, és úgymond a gyülekezet életét felbolygatta, a vallásos életet, mert elmondta, hogy nem elég templomba járni, nem elég vallásosnak lenni, hanem meg kell bánni a bűneinket, és el kell fogadni azt a végtelen szeretetet, amelyet az Úr Jézus ad nekünk, amelyet nagypénteken a kereszten szerzett nekünk. És hogy Isten mindent megbocsát nekünk, és élhetünk szabadon, ha ezt a szeretetet elfogadjuk. És az én édesapám az első házi biblia körön, ami akkor indult be, elfogadta ezt a szeretetet, és azt láttam, én már akkor férjnél voltam, és azt láttam, hogy 1982-ben, bocsánat, akkor érkeztél, nem 92-ben. És azt láttam, hogy az édesapám megváltozik. Aki addig kicsit kemény volt, iszogatott, nagyon féltem tőle, kislányként is, és szelíd lesz, egyre szelídebb, egyre nagyobb békesség lett otthon. És mindig az Úr Jézusról beszéltek. Először engem egy kicsit idegesített, mikor hazamentem, hogy mit beszélnek már megint az Úr Jézusról. De éreztem, hogy jól beszélnek, és hogy nekem is békességem volt, mikor erről beszéltek. Én hitetlen családba mentem férjhez, pártagok voltak, férjem is, apósom is, és nem engedtek templomba menni, csak nagy ünnepekkor, meg ha volt férjem, futballmeccse ment. Aztán sokat vívódtam, kaptam egy bibliát a húgomtól, olvastam, és sokat vívódtam, mert úgy láttam, úgy éreztem, hogy előbb meg kell változnom, jónak kell lennem, és majd csak utána mondhatom ki azt, hogy én az Úr gyermeke vagyok. És minden Isten tiszteleten, amikor elmentem, szólt az ige, éreztem, hogy nekem szólt, és hogy valamire szeretne kényszeríteni engem. És egy éven keresztül minden éjszaka egy visszatérő álmom volt. Azt álmodtam, hogy jött az Úr Jézus, és ment vele föl a mennybe az apukám, az anyukám, a húgom, aki már akkor megtért volt, és én ott vagyok, ott maradtam, és bújnék bárhová, mindenhová bújtam el, de tudtam, hogy a kárhozaton megyek. És ez szörnyű volt, egy éven keresztül. És ekkor a legkisebb, a 4. gyermekünk nagyon beteg lett, élet-halál között volt. És életemben először akkor tudtam leborulni az Úr Jézushoz, és imádkozni,
és azt kérni tőle, hogy fogadjon el, mert látom, hogy egyedül ő a megoldás az életemre. És ettől kezdve változott meg az én életem is. Azelőtt nagyon aggódó voltam, most is bennem van valamelyes, de ahhoz képest egy parányi, amennyire én aggódtam. És mindig halálfélelmem volt. És mikor kimondtam, hogy én az Úr gyermeke vagyok, és biztos lehetek abban, hogy a mennybe megyek, nem a jóságom miatt, hanem azért, mert ő meghalt helyettem a kereszten, és elfogadtam ezt. Azóta nem félek a haláltól, nem félek a betegségtől, mert tudom, hogy akár élek, akár halok, az Úré vagyok. Ezután sok-sok nehézségem kezdődött, nem úgy van az, hogy megtértem és jön a boldog, happy élet, nagyon sok nehézségem jött. A házasságunk kezdett tönkremenni, férjem ivott, és vállalkozásba kezdett. Nagyokat fogok ugrani az időben, csak a lényeges dolgot mondanám, hogy odáig jutottunk, hogy egy rossz vállalkozás miatt az otthonunk, ami nem volt hitel, egy fölvett hitel miatt oda lett, a banké lett, minden percen vártuk, hogy kiköltöztetnek. Dolgoztam, de a fizetésem felét levonták, ő nem dolgozott évekig, csak pecázni járt, ivott, arra mindig volt valahonnan pénz. És ekkor is mellette voltam, az jelentette a házasságunkban a nagy pontot, amikor a nő dolgai is kiderültek, ekkor már összeroppantam, már nem bírtam tovább, de végül is ő zavart el tulajdonképpen otthonról. És ezután ebben a nehéz helyzetben is mindig éreztem, hogy ott van Isten, és erőt ad ilyen helyzetekben is. És mikor azt hittem, mert anyagilag, erkölcsileg, mindenhogyan le voltunk nullázódva, és úgy éreztem, hogy mint József a kút, még én magam úgy gondoltam, hogy ebből a kútból, ebből a helyzetből már nincs mélyebb pont. Innen már tovább hová lehet lemenni? Tönkrement házasság, elveszített anyagi dolgunk. Már mi jöhet még? És ekkor történt az, tehát a mi családunk egy végtelenül szerető család volt, és mikor mentünk be a templomba, ott volt a lelkész, a felesége, és mi bevonultunk 18-an. Apukám, anyukám, a három gyermeke családostól, plusz még a nővér, a nagynénye, édesanyámnak, akik magukhoz vettek, és már voltunk 20-an a templomban. És mindenki irigykelett, hogy hát milyen békesség van az ólyomi családban. És jött az ördög, hogy ne legyen békesség a családban. A legnagyobb lányom házassága nagyon nehéz, nagyon rossz volt. És a húgomék házasságában is voltak problémák, csak ő nem akart tudomást venni. És ami hitetlen családban sem történik meg, az megtörtént a mi hívő családunkban. A nagylányom és a húgom férje egymásba szerettek. És összeomlott az idilli család. És álltunk és néztünk, hogy na most azt kérdeztem, azt mondtam, hogy elhiszem, Uram, hogy Te mindenből jót hozol ki, de ezt mutasd meg nekem, hogy ebből hogy tudott a jó kihozni? Mikor a húgom nekem támadt, szitta a lányomat, a lányom távolodott tőle, mert azt mondta, hogy te úgyis a húgod mellett vagy. Ott voltam, nagyon szerettem a húgomat, nagyon szerettem a lányomat. Mit is csináljak? Láttam apukám, anyukám könnyeit, édesanyám cukorbetegre, de ők mindig azt mondták, hogy csak az Úrra tekintünk, és szeretni kell őket is, és mindenkit, és imádkozni. És éreztem ebben a helyzetben, hogy egy fal emelkedik a lány.
És már nem tudom úgy szeretni, mint a másik hárman. És ez úgy fájt nekem. Már nem tudtam úgy rátekinteni, már nem tudtam megölelni ugyanúgy, mint a másik hárman. És meg mindig az volt előttem, hogy tönkretette a családot, azt a szép családot tönkretette. És Isten, illetve mindig azt kértem Istentől ebben a helyzetben, hogy Uram, mindenem, most már mindenem oda van, már valóban oda van. Egyetlen egy dolgot kérek tőled, a benned való örömmet ne vedd el. Csak ezt az egyet hagyd meg nekem. És Isten ezt meghagyta nekem. Mert minden nap örömmel ébredtem, és tudjátok, mi volt az örömöm? A bánat az volt, hogy vártam a végrehajtókat, vártam az adóssághozó levelet, ami mai napig érkezik. De az örömöm az volt, Uram, ma reggel mit üzensz az igéből nekem? Mivel fogsz bátorítani? Mivel fogsz biztatni? És képzeljétek el, minden reggel megjött a biztatás. Akkoriban én térden állva olvastam az igét is. És sokszor úgy imádkoztam, hogy lehasaltam a szobám padlójára, mert azt éreztem, hogy a hatalmas és felséges Isten elé csak így lehet menni, hogy lehasolok, és úgy könyörgök hozzá. És Isten jött, és segített, és küldte az örömöt. És mikor látta a húgom a nagy örömömet, akkor azért bántott, hogy te örülsz annak, hogy ez történt, örülsz annak, hogy a lányod elvette a férjemet. Aztán mondta neki, anyukám, hogy kislányom, ne bántsd őt, ne bántsd, mert ő csak az Úrban örül. És bizony volt, mikor valaki megállított az úton egy rákbeteg asszony, és azt mondta nekem, hogy Ilénke, 3 éve figyelem az életedet. Én ennyi nehézséggel már elmeosztályon lennék. Mondd el nekem, hogy minek tudsz még örülni, mi tart téged életben. És olyan jó volt elmondani, hogy az én drága mennyei atyám szeretete, az én megváltom hűsége, az, aki örömet ad az életembe. És hiszem, hogy pénz nélkül, mert úgy voltunk, üres volt a hűtőnk, de olyan jó volt hallani a nagylányomtól, mikor megint csak zsíros kenyeret tudtam adni neki. Olyan jó volt hallani azt, hogy édesanyja, ne búsulj, adjunk hálát a zsíros kenyérért is. És jó volt ezt megtapasztalni. Egyik nap egyedül voltam otthon is, már nem volt gázpalack, a gáz már régen kikapcsoltották, már csak hideg víz volt, fűtetlen lakás, meleg vízünk se volt, semmi. Áramunk az volt, de más nem. És elkezdtem sírni, fa is elfogyott, nem tudtam begyújtani, és sírtam, bebújtam, vacogtam, megzuhanyoztam hideg vízbe, aztán bebújtam a jéghideg ágyba, jéghideg szobába, és elkezdtem méltatlankodni, hogy Uram, hát én dolgoztam végig, hát én úgy érzem, mindent megteszek, akkor te hogy engedted, hogy idáig jussam? És egy szelidés hangot hallottam, nem fizikálisan, a szívemben. És ez a hang azt mondta, és én nem szenvedtem érte. És elkezdtem sírni, hogy bocsáss meg Istenem, hogy csak magamra figyeltem, és elfeledkeztem erről. És tudjátok, mit csináltam? Elkezdtem áldani Isten, elkezdtem magasztalni Isten. És nekem egyre jobban melegem lett. Olyan melegem lett, hogy végül a takaró tetején levettem a köntöst, a kesztyűt, amit zoknit, amit azelőtt magamra húztam, és egy szál pizsamával a takaró tetején aludtam. És úgy éreztem, hogy a lelkemet, a belsőmet felmelegítette Isten, és ezért van ez. Csak akkor lepődtem meg, mikor másnap reggel kimentem. És a lakás többi részén éreztem a jéghideget. És visszaszaladtam a szobába, ezt csináltam hosszú percekig.
ki a lakás többi részébe, be a szobába, és éreztem, hogy meleg van a szobában. Azt a helyet, Isten csodálta, azt a helyet felmelegítette, ahol én aludtam. Soha többet nem értatlankodtam ezek miatt a dolgok miatt. És Isten elhozta azt az időt is, amikor a fal leomlott a lányom és én közöttem. Egy ige hirdetéskor hallottam azt a történetet, amikor megy a szolga, akinek nagy adóssága van, és a király elengedi a nagy adósságát, és ő kimegy, és a kicsit, aki neki kevéssel tartozik, elkezdi szorongatni. És az volt a, itt hallottam az igét, és az volt a szívemben, sokszor hallottam ezt a történetet, de most szólt hozzám, és az volt a szívemben, hogy meg is érdemelte, hogy utána ezt a gonosz szolgát börtönbe vessék, az életével fizessen. Hát neki mennyit elengedtek, ő meg nem tudja azt a kicsit elengedni a másiknak, hát nem szégyeli magát? Ez tombolt bennem. És hazamentem, elkezdtem gondolkodni. És azt mondtam, hogy ó, Uram, hát én vagyok ez a gonosz szolga. Hát te mennyit megbocsájtottál nekem, mennyi bűnömet megbocsájtottad, mennyi háborgásomat, mennyi sok-sok vétkemet. És én nem tudom a gyermekemnek, aki egyébként egy drága gyermek, egy jó gyermek, nem tudom megbocsájtani, számon kérem rajta. Te meg nem kérted számon rajta, odaadtad a fiadat a keresztre az én bűneimért. Én meg számon kérem rajta, és bocsánatot kértem, és képzeljétek el, hogy egyik pillanatról a másikra leomlott a fal. És tudom, ugyanúgy szeretném, mint a többi. Tudom szívből megölelni. És Isten a másik oldalt is gyógyítgatta. A férjem egy ilyen tüzes hétre, mint ez, elhívta a húgomat. És ott pedig a közöttünk levő fal omlott le. És a húgom az alkalom végén letértem, és úgy imádkozott, hogy Istenem, segíts nekem, hogy tudjak megbocsájtani a volt férjemnek és Csillának, hogy tudjam őket szeretni, hogy ne legyen bennem harag és indulat irántuk. És most odáig jutottunk, hogy le tudunk egy asztalhoz ülni mindannyian. A kisunokám keresztelője volt. Ott volt a húgom is tavaly, Isten megajándékozta egy férjel, őt is. Ott volt a húgom is a férjével, ott volt a lányom is a húgom volt férjével. És ami nekem nagyon jól esett, az, hogy igaz, hogy a lányom ő járt a szüleimhez, de a húgom volt férje nem volt ott. Édesapám halál előtt azt üzente neki a fiával, hogy bocsáss, mondd meg édesapádnak, hogy bocsásson meg nekem, hogy a válóperkor durva voltam hozzá, mikor tanúként ment a húgomnak, hogy durva voltam, bocsásson meg nekem. De ő nem jött el édesapát megnézni, és elmondani neki, hogy megbocsájtott-e, vagy hogy van, bár ő bántotta meg az apukámat, de az nagyon jól esett, hogy a temetéskor megfogta a lányom kezét, és odaállt a apukám sírjához, vagy koporsójához, és ott szopogtak együtt. Tudtuk, nem jött el a családba bocsánatot kérni. Kint volt a temetésen, Marika ott volt mondhatni az egész falu, nagyon szerették édesapámat. És ott mindenki előtt tudtuk, hogy ez bocsánat kérés az édesapámtól. Hát így tud Isten szeretni, így tud Isten helyrehozni minden bűnünket, minden hibánkat. És arra kérek mindenkit, hogy ne róljuk fel a másik hibáját, ne mondjuk a bűneit, ne ítéljük el. Mert Isten a szent és tökéletes Isten, aki maga szent, és neki egy, az ő szentségéhez képest minden óriási bűn.
amit elkövetünk, a legkisebb is. Hát ha ő szeret, ha ő megbocsátott nekünk, akkor mi olvassuk a másik szemére a bűnét. Mi bántjuk a másikat, senkit ne bántsunk, szeressünk. Szeressük az Urat, mert ő jó is, megérdemli, és szeressük egymást. Nagyon fontos, hogy szeressük egymást. Köszönöm szépen. Ehhez már semmit se szabad hozzátenni, egy verset hallgassunk meg helyette. Most mind halálig ámulhatok rajta, és a csodádat énekelhetem. Én elhulladtam volna rég a pompa, és aki látna sírva, könnyesen, megszállna, tudom, amint porba hullott, kárba ment, két fillérem kevesen. Vagy a világ piacán olyan kétfilléres olcsoságokat vehettem volna rajt, hisz minden olyan meghizethetetlen, ami után a szívünk vágya hajt. Én odaadtam volna semmiségért, és kéregethetnék mások ajtaján. Éneklő, vak, koldusa a világnak, induljatok meg a szívem jaján. De most fénylő, csodálkozó szemekkel a te kezedről énekelhetek, a perselyedről, hová jó letenni, kiselítélő két filéreket. A szántodról, hol aranyik a húza, a szőlődről, hol nevet a gerezd, kifogyhatatlan titkos terveidről, hogy a két filét megezerszerezd. Hányszor kiadtad, és mégis tart a léte? Mivé tetted a két filéremet? Elfogyhatatlan mennyei aranyja, aranyozta rejtelmes perselyét. És én mind halálig ámulhatok rajta, és a csodálat énekelhetem. Csak két fillért tettem a perselyedbe, az én két fillért kicsi életem. És befejezésül adj az Úr Jézus, hogy mindnyájan a kis két filléres életünket tegyük le az Úr perselyébe, amely a kereszt, amely a mennybe vezet mindnyájunkat. Amen. Amen. Újabb bizonyságtétel következik. Sok csoda, ami velem történt a 25 év alatt, mióta elfogadtam Jézus Krisztus megváltónak. És aztán eszembe jutott, hogy 98-ban, akkor 200 méter hosszú volt a csámpai kertem, és a végében voltak a szilvafák, és én hordtam be ebben a festékes vödörrel a szilvát, és egyszer úgy elkezdett fájni mind a két forgócsontam, hogy már a végén úgy lépkedtem, hogy még levegőt sem írtam már venni, és akkor sokat hallottam arról, hogy Isten, ha szívünkből kérjük, meggyógyít bennünket. És hát én egyedül éltem ott a birtokon, és imádkoztam, kértem Istent, hogy szabadítson meg engem ettől a rettenetes fájdalomtól, és legyen a segítségemre a további időben is. És akkor az történt velem, hogy egyik pillanatról a másikra megszűnt a fájdalom.
És mentem Pestre a barátnőmhöz, aki elvitt engem a gyülekezetbe, és mondom neki, hogy képzeld el, hogy Isten meggyógyított, nem fájnak a forgócsontjaim. Ő meg azt mondta nekem, hogy de azért, ha hazamész Szegedre, akkor azért csak menj el az orvoshoz. És akkor, hogy én őt meg ne bántsam, hogy nem fogadom el, amit mond, mondtam neki, hogy jó van, majd elmegyek. És abban a pillanatban visszatért az a nagy fájdalom. És ezzel én azt gondolom, hogy Isten tanítani akarja, hogy mit gondolok ki a számmal. Hogy nem mindegy, hogy én mit beszélek. Mert ugye kértem Istent, hogy gyógyítson meg, meggyógyított, de aztán megtagadtam. Mert azt mondtam, hogy nincs semmi bajom, de majd elmegyek, hogy neki nehogy ellent mondjak. És akkor hazamentem, mert novemberben haza szoktam menni Szegedre a lakásba, és ott, hát kínlottam, alig bírtam fölvenni, jó az lépcső volt a magas földszintig. És akkor elmentem a gyülekezetbe, de hát alig bírtam autót is vezetni, mert nehezen emeltem a lábamat, mit tudom én. És akkor mentünk hazafele, a barátnőm az felettem lakott, és akkor mondja, hogy befizettem a háromnapos gyülekezetre, tehát, hogy hol fogok aludni két éjszakát. És akkor mondom neki, hogy és mivel megyünk Pestre? Azt mondja, hogy hát vonattal. Mondom, meg azt akkor, hát hogy lépek én föl ekkora lépcsőn a vonatra? Hát hogy gondolod? És akkor 1500 forintba került a szállás. Mondtam, hogy jó van, azért odaadom, hogy ne jöjjön neki legyen a kára, de én úgyse tudok elmenni. És akkor visszamentem, lefeküdtem és morfondíroztam, hogy a sátán azt akarja, hogy én ne menjek el. Ne menjek el hallgatni Isten igényét. És akkor egyszerűen olyan harag gerjedt föl bennem, hogy felálltam az ágyból, és nagyon furcsát fogok mondani, csipületettem a kezem, és mondtam, hogy tudom, sátán, hogy itt vagy, de vedd tudomásul, hogy én akkor is elmegyek, és hallgatom Isten beszédét, ha te akármit is csinálsz, akkor is el fogok menni. És abban a pillanatban megszűnt a fájdalom, 98 óta, és azóta nem fáj. És elmentem a gyülekezetbe, és dicsőítettem Istennek a csodáit, amit megtapasztaltam én is, és a többiek is. És nagyon-nagyon hálás vagyok Istennek, hogy ilyen csodákkal tanít bennünket, hogy megtapasztaljuk azt, hogy ő valóságosan szeret bennünket, és ő az az Isten, aki mindent megbocsájt, és szeretettel veszi körül az ő népét. És könyörüljünk azért, hogy minél többen legyünk, hogy Isten meg tudja érinteni azokat a szíveket is, akik még nem hagyták magukat megérinteni, hogy tapasztalják meg ők is azt, amit mi megtapasztalunk, Isten dicsőségét, kegyelmét, jóságát, szeretetét. És én is 96-ban, amit mondtam, hogy már akkor a 12. csigolyám a fele összeroppant, és akkor nem tudtam állva imádkozni, előtte mindig állva imádkoztam, csak hanyasztekve tudtam imádkozni, és akkor megtapasztaltam egy olyan csodát, mintha itt egy ilyen cső lett volna, és mintha az ment volna föl, és jött volna vissza Istennek a kegyelme a szívembe. Úgyhogy dicsérjétek az Urat és imádjátok őt. Köszönöm szépen. Dicsérjük és imádjuk akkor az Urat ének szóval is. Thank you.
akkor Miklós ne kérjük ide, hogy jöjjön a Tiamburgba a kicsit,